Az éjszaka közepén, ezen a forgalmas útszakaszon, Nagydorog külterületén gázolták halálra az idős nőt. A sofőr meg sem állt a baleset után, tovább hajtott. Az ügyész most a tárgyalóteremben olvasta fel a brutális baleset részleteit. Sértett fején és bal felső végtagján a járműve kerekével áthaladt, majd a helyszínt elhagyta. A bíróság elé most egy szintén idős nő és egy férfi állt. A tettüket nem ismerték el. Azt mondták, csak a következő tárgyaláson tesznek vallomást, ami várhatóan szeptemberben lesz majd.